Ugye itt a bal alsó sarokban zöld terrel játékosként a Diamond Fighters-ből spónolt, ugye Tall Drop terránként. Még a jobb felső sorokban Protoss játékosunk, Milka, aki egyből Reaper Ball-lal fog kezdeni. Így van. Hogy eddig talán standard mind a két játékosé, de ahogy látom Tordropnál Rox first lesz, tehát ugye Barok fog előbb jönni. Oh. Milka elindult valahova ezzel a próbbal, ami nem teljesen standard. Igen, én is a rally pontját keresem a próbnak, de nem látom egyelőre. Aha, de Tordropnak a úgymond harmadikjához érkezik ez a prób. Igen. És jön is ugye a proxy pylon egyelőre. Igen, majd megnézzük, hogy mi az, ami a pylon mellé kerül. Így van, Toldrop pedig ugye mit sem sejtve nagyon szépen építgeti a Roxát, és szerintem jönni fog majd a CC is egyébként, így a Rox után. És ami érdekes, hogy Milka nem hoz naturát, hanem cserébe hoz még egy gateway-t ugye proxyba. És ugye most viszont hozza igen, a Cyber és Core. Kirakja a kort. Így van. A másik furcsaság, hogy mindezt teszi egy gázból jelenleg. Hát stalkerekhez az kevés. Készül a második gáz. Így van, jön egy zelot, ugye boostolva, még ugye Tordroptól pedig érkezik a location, ugye a naturál. Igen, és készül a Reaper, mivel majd elmegy scoutolni. Így van, a Reaper után így van, érkezni fog a Marine. Ugye a Reaper elmegy scoutolni. Igen, és... De pont a rossz irányba indul el egyébként. Attól tartott volna esetleg Tordrop, hogy Proxy Stargate készül egy... Előfordulhat, de ugye ez a... Ezt ugye így kisifkikkelte ugye a... A Reaper Tordrop, tehát ugye egyszerűbb lett volna csak ugye atak múlva leküldeni, vagy jobb klikkel, és hogyha nem megy át a mapon, és ugye esetleg itt a másik oldalt ugye ki tette volna Mineral Fieldet ugye Milka, akkor ugye Move Commanddal lemegy a Reaper. Uh-huh. Az igaz. Közben átért az állat, és leszette a Command Center-t építő RCV-t, és megérkezett az első Stalker, viszont az... Így van, és... még delay-eli a PC-t. Óriási. És ugye mivel nyitva hagyta Tordrop ugye a feljárót, ugye elesett az egy darab Marine, és ugye itt most a, az elot az kegyetlenül gyilkolja az SCV line. Igen, ezért vissza is kellett hozni a Reaper-t. Közben így van, készül a Cyclone. Elesik. 6, 7, illetve most már elesik az elot is. De a Tordrop még mindig, még csak sejthet, hogy proxy van, ugye mindjárt gyorsan megnézem a vision-jét, de ugye látta, hogy lerakta Milka ugye a naturát, tehát gondolja, hogy nem egy all-in-ről beszélünk. De inkább safety-re megy Tordrop és hoz 2 darab Cyclone még pluszba. Igen, ugye Milkától pedig jönnek az a Stalker warpinok. Igen. Ah. Nagyon szép a Lokonnak a megtörése. Így van. És itt talán Tordrop azzal járt volna a legjobban, hogyha ha itt marad a rámpánál, ugye, hogy a stalkereket High Groundról több damage-et tudott volna kiosztani. Jön egy robó, és nincs Twilight, úgyhogy Blink nem lesz. Még egy jó darabig. Cserébe jön a Mass Stalker. Így van, Tordropnál pedig jön a Mass Cyclone. És ugye azt az egy Cyclone-t azt nem ártana kicsit repair-elni. Igen. Igen, egy darab Stalker elesik, és ahogy elnézem, itt Milka haza is megy szinte. Így van, haza is fog menni, ugye elkészült a bunker. Igen, itt nagyon nehéz bejönni. Blink az szerintem nagyon hasznos, így Cyclone-ok ellen.
Így van. Ami viszont probléma lesz, az az, hogy ugye Tordra bajozni fog, azt látjuk, de hogy érkezik egy Banshee, illetve érkezik rá a Cloak. Most kérdés az, hogy ez egy fake Cloak lesz-e, avagy nem, de ez nem sokára ki fog derülni. De viszont ugye Milkától egy darab off-server érkezik, és ha megnézed a Protoss Mineral line-okat, nincsen akkor, benne semmi. Battery. Igen, se battery. Canonról még szó sincs, Forge még így csak van. Most indul el, és Charge-ot hoz. Most készült a Twilight, és ebből a Charge lesz, és jön még... Így van, és ahogy látom, ez nem egy fake Cloak lesz, tehát itt ki fogja fejleszteni Tordrop a Cloak Banshee-t, tehát végig fog menni ez az update. Így van, közben ahogy látom, Cerkofék végeztek a meccsekkel, most jött meg a replay. Igen, majd... Hogy... Ami viszont Tordroknál lehet problémás, az ugye az, hogy, hogy a Charge zelot készül, és Tordrok ugye tankokat gyárt, illetve most le is fog bukni majd a Banshee-t. Igen. De most megérkezik a main base-re, Milka a main base-re az első Banshee, eddig ugye 3 prób. Érkezik a Rikalo Observerre, de ugye az eddig 5 prób. 6. Lesz és itt már itt a battery. 7. Nem lesz 7? 7. 8. 9. Így van, ez 9 prób, tehát ez a Banshee, ez abszolút megért. Ez abszolút. Mindent megért. És amit én keresek, ja, ugye a második Banshee az majd csak most fogja elhagyni a... Igen. A nagyút. Igen, és jönnek a Cyclone-ok is. Így van, ugye jön a... Jön egy Canon. Jön egy Canon, de az nincs olyan igen, pozícióban. Elég furcsa helyre. Igen, hát így kettővel már azért le van védve, ha elkészül a második. Egy kérdés, közben hogy... a Toldroptól pedig érkezik a Steam Combat Shield egyszerre, jönnek igen. A tankok, marinok. Itt ugye próbál harassolni, hogy a kettő darab Cyclone most el is vesztett. Igen, de nézzük, próbálja a robót leszedni. Így van, jön vissza a naturálhoz a Banshee, ami el fog majd esni ott a Canonban, illetve most már a main base-en is van Canon, de egyelőre outrange-en kívül. A Natunál leesett a Banshee, a main-nél viszont talált egy kis value-t. Jobb hézagot. Igen. Szépen. És továbbra is van ott még hely. Talált egy olyan pozíciót, amiben nagyon szépen tudja a Mineral Line-t harasszalni. Úgyhogy őt van, nem is látják. Brutális. Mert 7, 8, 9. 9. Igen, innentől megindul Milka. Így van, Milka ugye jön át szépen a mapon. Ugye elméletileg Army Supply-ba, illetve upgrade-ekre is favored. És a Tordrop épp pont a legrosszabb, igen. Akar kimozdulni. Igen. Pont akkor kapja el az armit, amikor tankok a nem voltak siege-elve. Igen, és a két medivak is elesik. És jöttek az SCV-k is, hogy egy kicsit tankoljanak damage-et, de army supply-ból megoldja? Hát... SCV-k segítségével azért talán meg fogja ezt fogni Tordrop. Igen. Igen, és amit ugye a probléma volt Wardropnál az az, hogy nagyon sokáig akkoltak az épületek, tehát nagyon sokáig nem volt production. Igen. És ugye, hát igen, Milka egyelőre... Milka nyomhatná tovább egyébként, tehát hogy lényegében all-in-re van kényszerítve. Úgyhogy... Így van. Tolhatná az az immó, az nagyon sokat üt, főleg épületekbe, és készül egy újabb orbitál. Itt közben. Így van. Jött pár szentri. Hogy Tordrop ugye vezetni fog Army, vagy nem Army Supply-ban, hanem upgrade-ekben. Igen, mert megvan a plusz egy plusz egy. Most indul a 2-2. Igen, azt a PC-t onnan el kell listelni mindenképpen. Igen. De itt a tank az egy viszonylag egész jó helyen, tehát elég jó damage-eket most ki tudod osztani. Igen, nagyon szép a force field. A rámpára. A
így van, de ugye igazából ez jelenleg Milkának is hátrány, mert ugye így az állatok azok szinte ingyen estek. Igen, illetve a legnagyobb energyvel bíró Sentryt oda küldte a Force Field alá. Hihetetlen mennyiségű SCV esik itt áldozatul. 27. Így van, ugye 27 SCV elesett. De ugye lassan készen lesz, ugye most jön egy Recall, és ugye itt nagyon sok értékes ünitet, ugye egy Stalkert, illetve egy Sentryt is elvesztett Milka. Igen. Ugye itt most Tordroknak pedig ki kéne menni ide a bal felső sarokban, és ezt a Proxy Gate-et, illetve a Pylon-t leszedni, de... Igen, de nem realizálja, hogy ott van. Pedig a játék elején szerintem megvolt neki, hogy valahol itt a környékén lesz valami. Így van. De viszont ugye innentől kezdve pedig Tordrop elég nagy előnyben van. Ugye upgrade előnyben is van. Igen. Ugye nem készen lesz neki a 2x2. Én csodálkozok, hogy azt nem várja meg. Tehát, hogy jobb azért egy 2x2-be fightolni egy ilyen protaszar, mint ugye telecsárzott a Stalkerral. De így, hogy ugye Milka folyamatosan donételi a unitokat, ugye egyesével odaadja az állatokat. Igen, illetve hát ki lett csalogatva a Battery Overcharge. Ez talán esetleg egy kicsit korai is volt. Közben egy 10 másodperces meg lesz a 2-2. Kijön azért az immun, de a robó leesik. És... Így van, és mármilyen ez a Tordrop ugye folyamatosan realizált a reinforcementet a mapon. Igen. Vagy csak szintán elkötnézzük ezt, még nem tudom. Érkezik az első arkon. De... Így van. Illetve a második is. De itt egy jó storm... Egy jó storm sártana. Storm az még messze van, tehát ugye jól láttam, az nem is volt. Így van, nincs is storm upgrade. Igen, az nagyon sokat tudott volna itt most segíteni Milkán, mert így igazából szép mikróval, egyesével le lehet szedni itt a Protoss egységeket. Egyszerűen nincs meg a Protossnál a létszám, hogy felvegye a fightot. Így van, ez itt nem sokára érkezni fog a GG, ugye teljes Protoss army. Igen. Igen, ugye itt elesnek az alapok, így van, érkezik is a GG, és ez a Toll Drop elhoz az első mérkőzést. Nagyon szép oda-vissza játék volt. GG. Így van. És akkor mindjárt megyünk is a Game 2-re. Így van, ahol ugye Tordrop igazából a meccsponton van, tehát hogyha a következő meccset elhozza, akkor ugye 2-0-ra nyerte a szériát. Kíváncsi leszek egyébként, hogy ezeket a replayeket én nem láttam, tehát nem töltöttem, nem néztem meg őket, úgyhogy az még nekem is új. Jobb alsó sarokban a spawnolt zöld terrenjátékosunk, aki 1-0-ra vezet, ő Tordrop. A Diamond Fighters-től, míg a G-Dot játékosa Milka, lila protoszként ugye a bal felső sarokban. Ugye a map az a Golden Aura, ahol is ugye kapásból érkezik a Reaper Wall-nak ugye a pylonja. Igen. Hát, nem tudom, ugye ez egy eléggé nagy map, tehát ugye ez egy elég makrós map, én szerintem ugye tele van bézekkel. És készül egy Hydrox. Itt eléggé a mainnek a hátsó felébe, illetve Milkáról ismét jönni fog egy proxy. Jönni fog egy proxy, igen. Ismét, nem tudom ezt Milka miért csinálja, hogy ő neki az a játék stílusa, hogy proxy pylonozik, vagy esetleg az MMR diff miatt, mert ugye, ahogy mondtam, szerintem ugye Tordrop itt MMR favoredebb. Nem tudom, megmondom őszintén, de... hogy az előző gameben sem vált igazán be ez a taktik. Ismét érkezik a második gate ugye proxyba, jönni fog a Cybercore.
És hát ez talán annyiból rosszabb lesz így most Swordropnak, hogy ugye a Rax az nem a falban van, tehát ugye ide még kell két dipó majd a falba. Igen. Ami viszont most, hát nem tudom, talán előny, talán nem, hogy még nem érkezik Zelot, vagy majd csak innen ugye a Proxy Gate-ből fog. Ezt még ugye nem tudjuk, de ugye Olocation jön a Natural Swordroptól. Ugye érkezik a második Supply Dipó is a falba. Jön az első Reaper, de nem sokára kész a Cybercore. Reaper. A Reaper az nem volt realizva. Mennyi sehet a mapon? Indul a Factory, jön a második Refinery, és Adeption a így Proxy-ból. Van, és ugye ez ebben lesz problémás, hogy a Tordropnál jelenleg nincs fal. Tehát ugye a mainre fel tud menni akár a Stalker, akár az Adept. És ugye Tordrop ismét realizálni fogja, hogy nincsen naturál. Tehát, hogy itt valószínűleg ismét valamit Milka követ, el fog követni. Ugye a második pylont azt látja, és ugye lehet, hogy ezért is gondolja azt, hogy nincsen proxy, hogy látja a második pylont. Igen, az Adept szépen kiüti a bunkert építő SCV-t. Így van, de legalább a CC az most elkészült. Úgyhogy ebből egy fél fokkal jobban áll Swordrop, mint az előzőben. Közben... Tehát ugye itt a dipót a hiába húzza fel, ugye most jön majd csak a harmadik dipó. Igen, most már nem tud bemenni. És ugye ezt Milka. Az SCV-t azt leüti. Így van. És ugye ezzel delay-jelve van ugye a harmadik supply, delay van ugye a naturálon is. Ugye oké, hogy most jön a kettő darab Cyclone. Mondjuk addig talán kitart az az egy darab depó. Valószínű. Hát... Ám, nem fog kitartani. Talán, hogy a Tordrop egy hogy rá... Ráépít, így. Igen. Igen, azt az egy SCV-t azt nagyon szépen megmenti Tordrop. És ugye most próbál egy full HP-s SCV-t vinni. Igen, és nem volt targetelve a... Sérült supply, fel nem épült supply. Így van, és ugye itt Milkától pedig most már jön a harmadik stalker ugye itt a proxy pylonhoz. Igen, és jön a robó. Ugye, így van, ugye jön a naturálra a robó, illetve hogy elkészült a naturális. Illetve a Tordropnál ugye ismét érkezik a bio, ugye jön a két Rax. És jön még kettő Cyclone, hát talán elég lesz egyelőre. Ugye ott a bunker az ismét delay-jelve lesz, tehát megint nem készül el az a bunker. Most Tordrop ugye húzott rá egy másik SCV-t. Ugye nem sokára érkezni fog a tank, ugye switch-elte. Igen. Tronut, vagy Tordrop ugye a Raxat, illetve a Factory-t. Jön a Raven. Így van, érkezik a Raven, végre kész lesz az egy darab bunker, de ugye egy darab marin valami jelenleg sokat nem határoz ennyi stalker ellen. Igen, közben itthon maradt az Observer. Gondolom, hogy Béla Banshee-től. Így van, érkezik a Twilight, érkezik egy Forge. Igen, szépen szedegeti azért a bunkernek a... HP-et. Így van, és igazából eddig szedegettem, mert ugye Blink nincsen, és megjött az első tank. Igen. Vissza is vonul Milka. Így van. Gondolom sejti ő is, hogy ha low groundon nem látta, de high groundra már majdnem switchet. És ami meglepő most Tordroptól, hogy hoz itt harmadik CC-t. Igen. Gondolom elég sok minerált floatolt, illetve supply blockban is van jelenleg Tordrop. Ugye ez is azért egy elég határozó dolog, de az biztos, hogy előbb lesz harmadikja, mint mondjuk a Protossnak. Jön a charge, illetve jön a plusz egy Milkától. Így van. És ugye ismét, ahogy Milkát elnézem, ismét ugye Banshee-ra számít, de Tordroptól nem fog jönni Banshee-t. Jelenleg Tordrop el fog menni ide a negyedik base-re, Milkának a negyedik vagy ötödik base-ére. Négy darab Cyclone-t elküldött, de nem állt meg, hogy a Proxy-t megkeresse. Így van. Ugye érkezik még 5 darab Gateway Milkától. Most kérdés az, hogy ez egy két base charge-all-in lesz-e vagy sem.
mert ugye egyelőre halvány jele nincs a harmadik béznek, ugye a Thordrop is most már realizálja, vagyis hát most fogja, hogy ugye itt a Cyclone megnézi ezt a bézt, és valahova megy ismét egy probe. De a minimapon figyeljük. Így van. Ugye közben Thordroptól érkezik ugye a Team Combat Shield az 1x1. Igen, közben megindul az Army-val Milka. Így van. És ugye mivel Pronoop scoutolt, tehát látszik, hogy nincs harmadik. Ugye az egy prób, amit Milka elküldött, az most ugye meg is halt. Hogy érkezik a második bunker, és érkeznek a harmadik bunker is, illetve érkeznek a dipók a bunkerek elé. Illetve hát a tank fölment a high groundra, egy nagyon jó pozícióra. Így van, egy tank ugye van a high groundon. Igen, azért ebbe beletámadni nem olyan egyszerű. Megjött két immó. Igen, az Observert az lényegében el is donételte Milka, és ez volt a trigger arra, hogy támadjon. Nem lehet felmenni. Nagyon szépen védekezik Thordrop. Egész jók a force fieldek. Megy továbbra is a harc. És hát hiányzik a blink ebből a fightból. Nem mint hogyha nagyon sok esélye lett volna megcsinálni a blinket Milkának. Igen, amit viszont Thordroptól nem értek, hogy miért ide rakja ki a harmadikat, amikor látja, hogy ugye Milka erre mozog jobban, tehát hogy ugye bal oldalra mozog ki Milka, és ugye balra jön a CC is, holott ugye a jobb felülre simán ki tudta volna rakni Thordrop. Igen. Nagyon szép a force field. Így van. És ugye ez a CC az nem tud landolni, tehát ugye Thordrop kénytelen lesz visszahúzni. Igen, viszont nincs túl sok stalker. Tehát, hogy elég minimális ez a damage, amit a CC elszenved. És most a charge lotokra jött az anti-armor. Így van, ez nem a legjobb force fieldek, de... Igen. Igen, közben a Marauderre elkészült a concussion shell. Szóval innentől már lassítja is a TOSZ egységeket, ha eltalálja. Így van. Ami viszont ugye hiba ilyen téren Thordroptól, hogy elég későn jön az armory. Tehát ugye a 2x2 az nagyon későn fog érkezni. Ugye jelenleg az 1x1 az megvan a teljes bajóra. És készül a Storm már... Milkánál. Így van. Itt ugye már arkonok vannak. Tehát ugye itt már van 3 arkon, illetve 2 darab High Templar is, de ugye egyelőre Storm az még nincs, de már érkezik ugye a Ghost Academy. Igen, illetve jön egy Robotics B. Hoppá, és itt a harmadik az le lett darálva, igen. Igen, Thordrop talán elrizálta, hogy ugye még nincsen Storm. Igen, hát nem a legtökéletesebb recall volt, egy pár egység ott maradt. És nem. Thordrop meg is állt a mapom. Kérdés az igen, hogy Thordrop itt leolinezi az egészet, mert ahogy nézem, ugye a unit rally az folyamatosan ugye Milka BZ-hez jön majd, és ugye nem készül újra harmadik jelenleg. Igen, vajon van-e olyan High Templar, ami rendelkezik elég energiával a Stormhoz? Egyelőre egyikben sincs, de nem sokára lesz 2 darab, ami egyes tornát ugye elkülni. Ezt a bázist egyből ki is menekít innen a próbokat Milka, és benyeli a damage-et. De ugye Thordroptól, amit hiányolok, az az, hogy ugye ismét szupli blokkban van. Ugye készül, elkezdte közben a harmadikat, jön a 2x2, de igen, ghostok nem jönnek. A Raven leesett. Igen, na nézzük, hogy lesz a Storm, igen, az első Storm, kimegy a második, és ugye elfogytak a Stormok, nem lesz több Storm.
Az első nagyon szép volt. A másodikat ugyanúgy meg kellett volna várni, ki kellett volna várni egy picit jobban. Nagyobb damage-et azt. Így van, hogy jön egy battery overcharge, de ugye... GG. GG. Thor Drop nyeri a következő meccset is. És ezzel így megnyeri van, a szériát is. Így van, 2-0 maplósz nélkül.